Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Közös imádkozással és Isten tisztelettel kezdődött a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonának jubileumi ünnepsége. A szociális intézmény, amely összesen több mint 300 idős embert és pszichiátriai beteget lát el, egy évtizede került át Nyíregyháza önkormányzatától a Református Egyházhoz. Az előző 10 év annak köszönhető, hogy egy nagyon fontos döntésre jutott Nyíregyháza megyei jogú városa és a városi református egyházközség, amikor úgy döntöttek, hogy átadják, illetve átveszik a Sóstói Szivárvány Idősek Otthonának a működtetését. Ahogy mondta polgármester úr, egy szerződéses viszony jött létre, ami papírra van vetve, de sokkal fontosabb talán az a bizalom, amivel rábízta az intézményt a református egyházra, a helyi református egyházközségre, hogy működtesse. Vinnai Győző országgyűlési képviselő az intézményben dolgozók munkáját emelte ki. A politikus rávilágított arra, hogy a koronavírus berobbanása óta az ápolók váltak a lakók elsődleges lelki támaszává az intézmény falain belül. Egy társadalom fokmérője az, hogy hogyan bánik az idősekkel. Ezt ismerjük, ezt a mondatot, majdnem közhelyszerű ez a mondat. De hogy mi van mögötte, hogy hogyan adjuk meg az itt gondozott embereknek a méltóságot, hogy utolsó éveiket, vagy életük utolsó szakaszát méltóságban töltsék el. Olyan méltóságban, hogy az emberi létnek, hogy ők leéltek egy életet, tettek ezért az országért és társadalomért, itt pedig megkapják azt a lelki nyugalmat, azt a gondoskodást, amelyet a szociális dolgozók tudnak csak adni. Az intézmény épületét legutóbb idén tavasszal fejlesztették, akkor egy komolyabb energetikai felújítás valósult meg. Mint az Kovács Ferenc, a megyeszékely polgármester elmondta, a nyíregyházi református egyházközség egy új légkört teremtett, az önkormányzat pedig, mint partner, minden fejlesztési tervét támogatja a fenntartónak. Ez a város Nyíregyháza legnagyobb szociális ellátó intézménye, és én azt gondolom, hogy ez a 10 év, ugye ahogy Esperes úr is mondta, nagyon eredményes volt több szempontból. Egyrészt példamutató az a gondossága, hogy itt foglalkoznak az ellátottakkal, tehát ez a 10 év folyamatos fejlődést is jelentett, nem csak a szakmai munkában, hiszen az adott volt, hanem a körülmények folyamatos javításában. Az ünnepi eseményen az intézmény vezetői díjakat is átadtak. Azokat a dolgozókat ismerték el, akik az elmúlt egy évben kiemelkedő munkát végeztek az idősek és a pszichiátriai betegek ellátásában.